szerintem az egy. A Jászberényi állat és növénykert munkatársai gondosan előkészítették az időjóslást február 2-án délelőtt, amihez a kert látogatóitól is segítséget kértek. Kettő medve alszik fenn a kis házában, és őket próbáljuk meg lecsalni, és megnézzük, hogy meglátja az árnyékát vagy nem. Amit ide kipakoltunk nektek, ezek olyan finomságok, ami nagyon nagy kedvence mind a kettő medvénknek, és nektek van a dolgotok, meg a felnőtteknek is egyébként, mert jó sok finom falat van itt, hogy van egy kis tuskónk, amit ide kiterítettünk, ebbe kellene beletenni egy-egy falat finomságot. A zöldségeket, gyümölcsöket egy szénával telt dobozba gyűjtötték a látogatók. Oda dob bele! A kekszet, diót, magokat és a mazsolát pedig egy félbevágott tuskóba halmozták. Gyerekek, van ott egy kis zöldség, ez egy ilyen mézelő falat. Ez utóbbit még jó nyakon is öntötték egy csupor mézzel. Miután az állatkert munkatársai elhelyezték a finomságokat a medvék helyén, minden szem a kifutó ajtajára szegeződött, mert a lényeg ezután következett. Ha az állatkert két barna medvéje az árnyékát meglátva visszabújik a barlangba, még sokáig velünk marad a tél. Ha viszont nincs árnyéka a medvéknek, akkor a néphit szerint a tavasz már közeleg. Maci és Helmut azonban egy pillanatig sem gondolkodott. Árnyékot nem láttak, az előkészített ételek illatát azonban rögtön megérezték, és nagy kedvel hozzá is láttak a falatozáshoz. Az időjóslás remekül sikerült. Mindenki számára egyértelmű volt, hogy a jászberényi medvék a tavasz gyors érkezéséről adtak hírt. Reméljük, hogy már ezúttal befejeződik ez a hosszú hideg időszak, és nem látta meg az árnyékát, úgyhogy várjuk a jó időt. Vajon lesz-e tavasz a közeljövőben? Hát szerintem lesz. Miért lesz tavasz? Hogyan, mit jósoltak a medvék? Hát nem látják az árnyékukat. Most már mindenki bizakodhat, hiszen a mackóink is megjósolták az eljövendő tavasz közelettét, hiszen ugye nem látták meg a saját árnyékukat, amikor kiléptek a felső kifutójukból. Rögtön hozzáláttak nagy boldogan a maci csemegéhez, úgyhogy ezt a névhiedelem szerint azt jelenti, hogy már igazán közel van a tavasz. A bemutatón elhangzott, hogy az utóbbi években a medvék jóslata legtöbbször bejött, de jó néhányszor volt arra is példa, hogy csalatkozni kellett az előrejelzésben. Az állatkert munkatársaitól megtudhattuk, hogy a jó időbe köszöntével lezárul a téli pingvin séták időszaka, és várhatóan március végétől ismét útjára indítják a látványetetéseket, amelyeken nap mint nap rendkívül sok érdekességet tudhatnak meg az érdeklődők a kert lakóiról, például az időjós barna medvékről is.